Nos, vissza is tértünk akkor ebből a kis szünetből, folytassuk kis kalandunkat. Hová is? A múzeumba kell mennünk. Kutakodni egy kicsikét. Amint visszatesz minket Szálembe a játék, már el is kezdjük a kutatásunkat. Na, juss be a Szálem Történeti Múzeumba. Hajrá! Ahogy az előző fejezetben elnéztem a kis belső képernyőnket, ahol a szellemtörténeteket, meg az egyéb ilyen nyomokat tudjuk megtalálni és újra megnézni, arra következtetek, hogy szerintem már lassacskán a játék vége felé fogunk járni, ugyanis, ha jól láttam, már csak kettő kísértett történet van, amit meg kell találnunk. És ez talán csak annyit jelent, hogy már csak két helyszínt tudunk bejárni. Ami azért lesz szerintem érdekes, mert a játék végén nem hiszem, hogy harcolnunk kéne majd magával a gyilkossal. Ebben a formánkban nem igazán tudtunk a démonokon kívül konkrétan senkinek sem ártani. All these murders have whipped this town into a frenzy. Now it all leads here to a gala celebrating a time when Salem found itself swept up in another whirlwind of hysteria. De ez majd mindjárt kiderül. Jutottunk. Nem minden, hogy ezek az emberek túl sok érdekességet mondanának, de azért próbáljuk meg. Továbbra se semmi érdekes. Hello! Mégis milyen tűz? Gondolom leégett ez a hely. Gather round and bear witness to the righteous proceedings of a trial of a most heinous nature. Now you, good woman Putnam. You stand accused of the murder of seven of your own children, whom you claim were taken by forces of the devil. This freak show better give me some answers. I did not do it. My devil's spawn of a child is my own accuser. I did only mean it as a term of anger, that my own daughter would thus accuse me in my grief. And young Ruth Putnam, your own daughter, has testified to this court that you did take me from her. And she began to have pains of the belly and bled most woefully from her nether parts for 5 days. Was or was not the puppet used to inflict this suffering? It was not. I have engaged in no witchcraft. Yet she did find the puppet. Folded in half at the belly, thus proving her demonic curse upon her. Mary Warren is a witness to the same, as the girls played with it in the bedchamber. The puppet was folded in half. It proves nothing. Goody Putnam, do you confess your guilt at inflicting harm of a demonic nature upon your only surviving daughter? I do not confess it. And do you confess to the demonic contract that took the lives of our other seven I neither confess that. Confess now, good woman Putnam. Confess and ease your soul of your most foul crimes. I would dangle from up on high, then confess to crimes for which I am innocent. There were children accusing their own parents. Yeah, I mean, if it's here, I guess it's true. I can't imagine what it would be like to have my own child turn on me. It blows my mind that this really happened. Not just in a play, but in the lives of real people. Yeah. Seems like just about anything can get you accused of witchcraft.
Igen, úgy látszik, ez nagyon menő volt akkoriban. This place is hilarious, but nobody gets it. God, women had a raw deal. Puritan really say that. Maybe make my voice deeper. Hát faszok is színjátékot nyomtok, itt ezt meg kell hagyni. Why was life so brutal? Man, everything was harsher then. Exciting stuff. Huh. People really died because of these. Igen, és annyira nem mókás az egész, mint ahogy a színészek gondolják. Na, nem mondja. I can't think of this anymore. Would it be all day? Could they drink water? Hát nem hinném. It's just thinking about it. Seriously, what if you had to pee while you were in the pillory? Hát akkor könnyítesz magadon, sajnos nem engedheted ki magadat ebből, senki nem fog kiengedni. Szégyen. Új nyom, pelengér. Elég hatásos módja az emberek megalázásának. Hát igen, a kalóda nem egy kellemes találmány. Ehe, a gálának van valami köze a haranggyilkosságokhoz? Biztos, hogy lesz. Ilyen csodálatos helyen tuti, hogy lesz valami érdekesség. Bírósági feljegyzések. Boszorkányper nyilvántartás. Bírósági nyilvántartás a szállami boszorkányperekről. Ez csodálatos. Itt van az akasztófa. Mi okozza ezeket a hangokat? Csapóajtó, tönkrement tábla vagy a lábnyom? Hallgassuk meg még egyszer. Szerintem a csapóajtó. Így is van. Time is upon us, Abigail Williams. No. Jesszus. Of Salem. It is time to pay for your sin. Ez a kislány volt a játék elejéről. Az a szellemlány a sikátorból Abigail Williams, és ezt az akasztófát használták, hogy kivégezzék őt századokkal ezelőtt. Jesszus! Na, végre megtudtuk, hogy ki ő valójában. Jó kérdés, nem igaz? Oké, maga csak ezt fogja ismételgetni. So it wasn't ready for an execution. Right. But someone still got killed by this. Yep. So what's the point of this? I'm trying to get people to talk. They talk. How could they talk with those heavy stones on their chests? Doesn't make sense to me either. Ti mit gondoltok erről? How many guys would have to lift it in place? This one is the worst death. Can't imagine not being able to breathe. Érdekes, nézzük csak meg. Aha, mi okozza ezeket a hangokat? Szerintem ez egy kötél hangja volt. Ezt arra használták, hogy a köveket tartsa? Nem. Valami meggyőzőbbre van szükségem, azt mondja. Hát akkor talán a másik. Hát jó van. Kizárás alapon akkor a foltnak van ilyen hangja. Demonic contract of the dark forces. Ennek a foltnak hogy lehetett ilyen hangja? Nézzük csak, démoni kapcsolat. Vissza a puritán időkhöz arra kényszerítették az embereket, hogy bevallják a démoni, hogy démoni parancs irányította őket.
egyre többet beszélnek erről a szerződésről is. Szóval ki tudja, talán itt tényleg találunk valami nyomot, ami most már valamit ki fog deríteni a gyilkosunkról. Hát igen, és a mágiát még meg sem találtuk ráadásul. És tényleg itt a képeket meg tudjuk vizsgálni talán, vagy a kirakatokat? Nem hinném túlzottan. Fogalmas sincs, mi folyik odakint, ugye? Wow. Hello, egy vonat van az útban. Itt nem fogunk tudni átjutni sajnos. Itt további szárnyakba tudunk eljutni, és azt a mindenit, mennyi démoni szafaládia van itt össze-vissza. Did you see all those police lights? I don't know. We came straight from a dinner in Boston. Maybe Jim knows. So, I'm sitting there watching the fast game. Did you hear anything about a crime or something? What? Crime? No, I didn't hear anything. Oh yeah. By that old rundown apartment. I guess some drug thing got busted or something. Never liked that street anyway. Sheila was just saying there were police lights flashing and a street blocked off. Micsoda beszélgetés. Which stuff would never happen now? Gondolod? Boring people killing each other. Should have brought a little radio. Nice party. Not as comfy as my sofa. I can't stop thinking about the tick cop. Police aren't even safe. I'm pretty sure it was police lights. What's happening outside? Imádom, hogy ezeknek az embereknek olykor fogalmuk sincs, hogy mi folyik odakint. Hoppá! Nézzük csak. Szállami boszorkány per ítélőház. Tulajdonosa Judge Hathorn egyik a legbefolyásosabb bíróknak, és a történelmi házában rengeteg pert folytattak le az akkori hisztérikus időkben Szállemben 1692-ben. Ó, ítéletek háza. Egy Szállem történetének oldaláról egy villa a bíró tulajdonában, ahol a boszorkányokat, boszorkányokat vádoltak meg a szállami boszorkányperek során 1692-ben. Na, csak meg lehet nézni közelebbre ezeket a képeket. De gondolom nem mindegy, csak amelyik ilyen feltűnően ki van rakva egy elég jól látható helyre. Upp, erre még nem mennék tovább. Amíg itt nem fejezem a nézelődést. Wasn't just witchcraft that would get you in here. It was all kinds of things. A mágia. Gossiping? Wow. I mean, gossiping is destructive and all, but that's harsh. So cold. Talk about controlling behavior. There's no such thing as the good old days. Were they really trying to kill people with this thing? Igen, és meg is tették, barátom. Nem használtak egy ilyet az egyik harangos gyilkosságnál? Dehogy nem. Dehogy nem. Nem. Basszus, tényleg. Ott a szék is. Semmi gond. Semmi gond. Akkor kizárásra alapon. Így van. Így van. Így van. Szuper. Na, új nyom, poznám meg égetve. Rószt is hasonlóan égették halálra. És pont emiatt jöttünk ide. Okay. Comfortable, I suppose. Plus, everyone was staring while it happened. Yeah. Talk about public humiliation. It must have been like the pillory, but also nearly drowning.
train. This would freak me out so much. How long could I hold my breath? So scared of drowning? Igen, ezzel ölte meg a harangozgyilkos a másik kislányt. Sofiát, így is van. Víz befolyt, igen. Víz. Szuper. Vízben merítő kínzószék, valami hasonló ölte meg Sofiát is. Úgy néz ki, hogy gyilkos nagyon szerette ezeket a régi modi kütyüket használni. Oké, itt megint eltorlaszolja az utunkat egy vonat, de itt van egy gyűjthető tárgy. Első boszorkány kivégzési hullám. Az első személy, akit felakasztottak a Galaus hegyen, Bridget Bishop volt, aki azt állította, ártatlan vagyok, mint egy meg nem született csecsemő, miközben bíróság elé állt boszorkányságáért. Hát... Hogyha azt hittük, hogy ez a hely talán vidámabb lesz egy fokkal, mint az elmegyógyintézet meg a temető, nem, egyáltalán nem az. Még mielőtt befejezném a nyomozást, hadd nézzek itt körbe. Mindenhol csak ezt a démoni szafaládét látom, most nem tudok ezeken átteleportálni. Kivéve ha... Ó, oh, szuper. Hello! Terronyomoknál. Na, még 14 ilyet kell megtalálnunk, hogy megöljen az újabb kísértett történet. Nem tudom, mi van a fal másik oldalán. Egyelőre semmi veszélyes. Ezt meg tudom megnézni közelebbről? Nem, de az egyik ilyen intézményben látunk pont egy ugyanilyet. Oké, ezekre még véletlenül sem menjünk el. Maximum így. Nagyon remélem, hogy a másik oldal tiszta. Fufufufu. Majdnem, de... Ott van még egy gyűjthető tárgy. Oké, ez így nem. Oda távolra szeretnék! A fene vigyel! Egy pillanatra az gombot nyomsz, meg is már meg is halsz végleg. Ó, az Isten áldja, megkezdtem az egészet előről. Fú, de jó lesz. Gather round and bear witness to the righteous proceedings of a trial of a most heinous nature. Now you, good woman, you stand accused of the murder of 7 of your own children. Whom you claim were taken by forces of the devil. This freak show better give me some answers. I did not do it. My devil's spawn of a child is my own accuser. Jól van. Akkor most kifejezetten koncentráljunk gyorsan a gyűjthető cuccok megszerzésére. Így. Keresem bele, reportáltam az a faládéba. Ó, oh, és úgy néz ki, ez megint meg fog történni, ha nem vigyázok. Sőt... Itt ki tudom ezt kerülni. Nagyon jó. Oké, és ezen biztos nem fog tudni átjutni. És valamiért abba a szellemképbe sem tudok beleteleportálni. Semmi baj. Ez már egy biztonságosabb hely. Hol volt az a másik gyűjthető tárgy? Talán ennek a másik oldalán? Nagyon remélem. Aha, úgy néz ki, hogy a játék, ahogy gyűjthető cuccokat megjegyzi. Nagyon remélem, hogy így van ez a... ezzel az emléktáblával is. Már is kiderül, amin körbeérek. Aha, igen. Oké. Akkor végül is a nyomozást kell újra kezdenünk. Viszont erre még nem jártam. És inkább gyorsan körbenézni itt is. Még mielőtt... Nagy Isten, megint szafaládéba lépnék és meghalnék. Hoppá, mi ez?
Boszorkányperek története. Az európai boszorkány vadászat során Németországban 50 ezer és 80 ezer közötti embert végeztek ki, akiket boszorkánysággal vádoltak, közülük nagyjából 80%-a nő volt. Jaj. Rendcsek, akkor... Akkor most már végezhetünk a... Hoppá, most meg be is sikerült bejutni. Stay polite. I wish people could read the sign. Na, az ő gondolatait még nem hallottuk erről az egészről, és ez itt micsoda. Ronan találkozott Rexel. Olyan ideges voltam, az én tolvaj ex-bűnöző barátom találkozik a zsarubátyámmal. Ez az a helyzet, ami villámokat csihol, nem? De mint két jó barát, soha nem láttam még két embert ennyire megérteni egymást. Azt hiszem, ez jól fog működni. Csodálatos. Akkor hát készen vagyunk a gyűjtögetésekkel? Úgy néz ki, igen. Szuper, akkor hát... Ismételten végezzük el a nyomozást. Most már helyesen. The time is upon us, Abigail Williams. No. You scourge of Salem. It is time to pay for your sin. Így van. Seems like just about anything. Gyűjtsünk össze itt is mindent. Hadd haladjunk. Legalább most már tökéletesre meg tudjuk csinálni a nyomozást. És minden igaz, már csak kettő dolgot kell megnéznünk, így is van. Szóval Rose... Halálra égetés kínzás. Szuper. Akkor már csak ez az egy van hátra. Na, ez történt Sofiával, vízbe folyt és víz. Akkor befejezhetjük a nyomozást végre. So the Bell killer used torture devices like this to kill his victims. Why kill them like witches? I'm surprised there's no exhibit for the accusers. It's such an important part of Salem's history. Actually, several artifacts aren't on display yet. We're currently preparing them upstairs in the restoration room. Helyes. Na, restauráló szobatárgyak. Rengeteg tárgy található kiállítva a restauráló szobában, ami a harangos gyilkoshoz köthető, illetve boszorkányperes büntetőszerkezet. A gyilkos minden gyilkolásánál a puritán módszerű boszorkányperes büntetőszerkezeteket használta. Érdekes, valóban. Akkor eltűnt innen ez a vonat, át tudunk menni végre. Hoppá! Ez csodás, a szellem vonat még most is jár. Megállás nélkül ráadásul. És rettentő jó hangja van. Kellene csapjon minket. Semmi van, a teleportálás megoldja ezt a problémát is már, amikor működne. Helyes. Akkor hát, hogyan tovább? Már át tudom menni a falakon. Ugye? Akkor talán mégsem. Semmi gond. Az a
baj, ezzel a vonattal nem tudom mit kezdeni. Aha! Teleportálás lesz továbbra is a cél. Hopp! Ó, na csak szafaládi a másik oldalon. Az sajnos semmiképpen sem megoldás. Hopp! Énni. Van itt valami gyűjtőtárgy, ha jól láttam. Szuper. A másik oldalon mi van ott előttem? Semmi érdekes. Na de ott van valami. Uff, oké. Ez itt micsoda. Boszorkányperek története. Boszorkányper plakett. A szállami boszorkányper 1693-ban ért véget, habár legálisan továbbra is folytatták Európában 1750 végéig. És itt? Ó! Helyes. Gyűjjön csak, gyűjjön a sok gyűjthető tárgy. Első emeletre kell feljutnunk. És a vonatot szerencsére most már kizárhatjuk. Jó estét, uraim! Ó, nem beszélgetnek? Csak így lesnek egymásra. Hát igen, nem egy vidám történelmű város. Na nézzük, mit fogunk találni ide fent. Hát itt elég üresnek tűnik minden. Úgy néz ki, nem csak tárgyakat restaurálnak itt, de az egész emeletet. Kénytelenek leszünk körbenézni. Mindenféle fekete alakok, meg szafaládék vannak itt össze-vissza. Egyelőre abszolút semmi érdekeset nem láttam azon az együgyhető tárgyon kívül. Ó, még egy. Ide veled. Be a szellem zsebembe. Jó. Pillanatra azt hittem, hogy démonokat hallok. Nocsak, nocsak. Boo! I told you to look after Iris. You're not the boss of me. Found a bunch of stuff downstairs. Bell Killer is offing his victims as if they're witches. I'm heading upstairs to see what else I can find. I should have told you to follow me, then maybe you would have stayed at the church. Mi a furán mászka az a lépcsőkön? Mint egy robotgép. Hopp, megint ezek a furcsa jelek a földön. Illetve... még egy gyűjthető tárgy. Na, Joy, mit fogunk itt találni? Ó, végre. Just keep an eye out for security cameras and alarms. Thanks for the tip, but this isn't even my first break-in today. Érdekes, hogy az egész játék cselekménye egy éjszaka alatt játszódik. Yeah, this looks like the right place. Now let's see what these artifacts can tell me about the witch trials.